Jó estét kívánok, köszöntöm a 60 Televízió nézőit, önök az Aktív 60 című magazinműsorunk soron következő adását látják, melyben a 2017-es, 2018-as jégpályaszezonról fogunk beszélgetni meghívott vendégeimmel, akiket köszöntök a stúdióban ezúton is nagy tisztelettel. Elsőként Szőke Attilát, aki edző, vezetőedző, és itt már régóta űzik az ipart a jégkokisokkal. Szia Attila! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Köszöntöm Kovács János igazgató urat, a Szent István általános iskola vezetőjét, akiről majd kiderül, hogy miért is itt köztünk. Szervusz János! Köszöntöm a nézőket! És köszöntöm Kovács Pétert, az önkormányzat részéről, aki rendezvény szervező és az egyik koordinátora volt a jégpályának. Szia Péter! Szervusz Gábor, köszöntöm én is a nézőket! Hát kezdjük akkor a szezonnal. Ugye ez volt a beharangozó a nézők felé is, hogy a jégpálya szezonról beszélgetünk, és hát Péter, akkor veled kezdenénk a dialógust, a diskurzust. Először is az, hogy mit lehet tudni az idei jégpálya szezonról, most nem az újdonságok részéről, hanem inkább azok a statisztikai adatok. Ha egy kicsit visszatekintünk a visszapillantó tükrünkbe a kezdetekre annó, akkor hanyadik jégpálya szezon volt, és hogy sikerült, a véleményedek szerint milyen lett a zárás? Rendben van. Hát 2011-ben volt ugye az első jégpálya itt a Városházán, tehát ez már a hetedik alkalom, amit most megtartottunk, és hát ugye egyre-egyre népszerűbb ez a statisztikák alapján kiderül és látszik, és a térségben, tehát nem csak azt mondhatjuk, hogy a városban népszerű a jégpálya, hanem egyre inkább itt a térségben is nagyon sok helyből járnak ide emberek. Mindig igyekszünk kicsit újítani a dolgokon, ez idén is így volt, új helyszín, fűtött öltöző, fűtött hütte sátor, ahol nagyon finom ételeket és italokat kaphattak a ide látogatók, valamint ugye az intézményeket is vártuk a további, az előzőekhez képest is, tehát ahogy korábbi években is történt, intézményi korcsolyázás lehetőségét megadtuk az intézményeknek, és itt nagyon kedvezményes áron jöhettek a gyerekek korcsolyázni, és korcsolyát is bérelhettek itt nálunk. Hát most ugye bezártuk a jégpálya kapuit, 25 most hétvégével, bár beköszöntött most a mostoha idő, és igen, erősek a mínuszok, de amikor ezt az önkormányzat jóvá hagyta ezt a működést, nyilván valamikor októberben, akkor ez még nem lehetett tudni, hogy mikor van az idő, tehát végül is véget ért a szezon. Ha adatokat nézhetünk a 2017-es szezon zárásra és a 2018-as szezon zárásra, akkor hogy sikerült az idei szezon? 94 napot tudhatunk magunk mögött, tehát 94 napig voltunk nyitva folyamatosan, nem volt szünnapunk, minden nap nyitva voltunk karácsonykor, új évkor, és a statisztika azt mutatja, hogy a tavalyi évekhez képest minimálisan ugyan, de jobban teljesítettünk, és ez köszönhető annak is, hogy az időjárás is kegyesebb volt, mint a tavalyi évben, ugyanis tavaly nagyon hideg volt az időjárás, ezért ugye kevesebben is látogattak ki, de idén az időjárás kegyeskedett, úgyhogy nagyon jól zártuk a jégpályát. Ami különösen kiemelkedő, a két ünnep közötti nyitvatartás. Ott volt olyan napunk, ahol közel 500 ember vette igénybe a jégpályát. Tehát valóban népszerű a környéken. Nagyon népszerű a környéken, és szerintem ez a korábbi években nem is volt ilyen, hogy tényleg ekkora látogatottságot elérjünk egy-egy napon. Tehát ez az 500 körül, ez nagyon, nagyon elégedettek voltunk vele. Még Péterhez vissza fogunk térni, de az úriembereket akkor most szinte együtt kell, hogy kérdezzem, mert majd ez egy dialógus lesz, egy párbeszéd lesz közöttetek, hiszen a igazgató úrnak a iskolájában működik egy olyan csapat, akire egy méltán büszke az intézmény, ez egy jéghoki csapat, ami már ennek az eredménye, hogy itt 60-ban jégpálya van, illetve a vezetőedző Attila, akinek a nevéhez köthető az itteni jéghoki, egyébként a Jászberényi is, de hát nyilván kinevelt él itt egy csoportot, kisgyerektől egészen a nagygyerekig, akik hát imádják ezt a sportot. Most kezdjük azzal akkor, hogy igazgató, te hogy látod az intézményedben? Miért vagy büszke erre, vagy miért büszke erre az intézmény joggal? Tegyük hozzá. Kicsit messziről kezdeném, mert hisz egy intézménynek van pedagógiai programja, amit a nevelőtestület fogad el, és ez a pedagógiai program meghatároz prioritásokat. Gondolok itt arra, amit sokan tudnak, hogy
a Szent István Általános Iskola idegen nyelv tagozatos intézmény, és hát az arculat kialakítása szempontjából fontosnak tartottuk a néptánc oktatást, illetve a sportot. Tehát a sport az már ott volt a pedagógiai programban. Na most el kell azt mondanom, hogy a jégkorong az pedig onnan indul, hogy itt 60 város vezetése felismerte azt, hogy jégpályát kellene nyitni. És hát létrejött a tárgyi feltétel. A személyi feltétel pedig, valljuk meg nagyon őszintén, Attilának 60-ba jövetele. Hisz ő, mint jégkorong edző, az a szakmai tudás birtokában van, aminek következtében el tudtunk indulni. Na, a személy és a tárgyi feltétel együtt tette lehetővé, hogy valóban, most már elmondhatom, és büszkén elmondhatom, hogy a 60-i Szent István Általános Iskolának jégkorong csapata van, és hát tudni kell, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséghez is kapcsolódunk, hisz 2016. februárjában a Magyar Jégkorong Szövetség tagszervezete lett az alapítványunk, és így a 60-i Szent István Általános Iskola és a Jégkorong Szövetség tagszervezete. A büszkeség pedig még abból is adódik, hogy Szent István Általános Iskola néven veszünk részt a bajnokságokon, a tornákon, ami azt hiszem, hogy az iskola jó hírét kelti, főleg, hogy nagyszerű csapatunk van, nagyszerű gyerekek vannak, és nagyszerű szülők. És egy kiváló edző. És akkor korcsoportok, tehát korosztályok szinte, akkor mondhatod azt, hogy egészen az elsőstől a nyolcadikosig, tehát végigjut. Itt még nem tartunk, tehát nem mi tartunk. A kezdeti lépéseket akkor tettük ezt jó, hogy meg. Igen. Így van, nagyon jó a kérdés. Ugye 2016. februárjában lettünk tagszervezete a Magyar Jégkorong Szövetségnek, úgyhogy ebben a szezonban az U8-as és az U10-es korosztályban tudtunk csapatot indítani, és hát terveink szerint ez felmenő rendszerben folytatódna, és valóban az a célunk, hogy egészen elmegy 8. osztályig. Attila, átütöttük neked a korongot. Most nyilván egy kicsit össze is kell foglalni a 2017-18-as szezont. De azért menjünk vissza oda, hogy 60-ba kerültél, és elkezdtél itt tevékenykedni. Úgy, hogy elkezdődtek ezek az oktatások szombatonként egészen az óvodásoktól, aztán jöttek, egyre többen jöttek, voltak zsíros kenyérpartik és különböző hangulatos kis bulik a gyerekekkel. Aztán jöttek a Jászberénybe való edzések, és itt is edzések, utána jött az úszodával a kapcsolat. Tehát azért van itt történet, visszamegyünk a történelem lapjain, egy kicsit foglaljuk össze a nézőknek, mert gondolom a gyerekek is nézik ezt a műsort, és örülnek, ha hallanak magukról, meg egyáltalán erről a szép történetről halljuk akkor. Igen, 2013-ban jöttünk át a párommal, Kertész Gabriellával ide korcsát oktatni, akkor én még ugye Jászberénybe voltam vezetőedző, és ott akkor még nem volt jég télen, és én kerestem itt a környéken valamilyen csapatodon lehet korcsolyát oktatni, és hát ugye 60 nyilván kézenfekvő volt, hiszen 25 kilométer. Én nekem mindig az volt a tervem, hogy kell egy ilyen kistérségi jégkorongot csinálni, hiszen kicsinek találok egy ilyen várost ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású jégkorongsportot lehessen űzni, ami végül is bebizonyosodott, hogy nem kicsi, hiszen ugye 60 város 22 ezres, viszont a környékén lakik még 30 ezer ember, ahonnan lehet táplálkozni. És hát szombat vasárnaponként átjártunk reggel 7-től 9-ig korcsolyát oktatni, soha nem felejtem el, legelső reakció az volt, hogy ide nem jön ki senki, legelső edzésem volt 25 gyerek, akik talán most is járnak, még azóta is talán egy-kettő veszett el, és ugye azóta minden szombat, vasárnap itt vagyunk, hál' Istennek lelkesen. Hát először csak korcsolyát oktattunk, aztán később egyre inkább elkezdtünk jégkorong irányába elmenni, hiszen akik ugye ügyesek voltak, Ónódi Csenge, Kolozsvári Boti, Angi, őket áthordtuk Jászberénybe játszani, nagyobbakat, Pető Brandont, akik most amatőrbe villogtatják tudásukat, ugye Kapuszta Bálintot, ők játszottak Jászberénybe, U14-es bajnokságba, és 2015-ben jöttünk át Jászberényből véglegesen 60-ba. 2015. augusztusában voltunk legelőször edzőtáborban egy ilyen U8-as, U10-es csipet csapatnak nevezett csapata, hiszen 16-an voltunk akkor még. És hát ez tényleg egy sikertörténet, hogyha én azt hiszem, hogy 2015-16-ban kaptunk legelőször sporttámogatást a szövetségtől, 16-18 gyerekre, következő évben már 50 gyerekünk volt,
a 2016-17-es szezonban, már 50 fővel mentünk. A 16-17-es szezonban már 80-100 fővel mentünk, és akkor kapcsolódott be a Szent István Általános Iskola is, hiszen nekem van egy olyan vízióm, hogy sportolni az iskolában kell iskolaidőben, hiszen egy gyerek reggel 7-től délután 4-5-ig az iskolában van, én biztos vagyok benne, hogy ebbe bele kell férni egy ilyen másfél órás sportoktatásnak is. És hát hál' Istennek találkoztam igazgató bácsival egyszer egy ilyen délutáni korcsolyoktatás keretében, és mondta, hogy hát őnek itt van egy-két osztálya, aki szeretné, hogyha foglalkoznék velük. Én nagyon örültem, hogy végre van egy valaki, aki szeretné, hogy foglalkozzak gyerekekkel, és tanítsam is meg őket korcsolyázni. Akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy hogyan lehetne jégkorongot csinálni, hogyan lehetne jégkorongosztály, hiszen nekem régen Jászberényben volt jégkorongosztályom 82-83-ban, és őbelük nagyon-nagyon jó jégkorongozó lett később, mindegyik korosztályos válogatott lett, szóval nagyon szépen haladtak előre. És ami még nagyon fontos, hogy amikor egy gyerek bemegy az iskolába reggel 7:30-kor, és hát azért általában 99% bemegy, hogyha nem betegek, akkor ők már ott megjelentek, és ott azt csinálunk velük, amit akarunk, nem függnek senkitől, a szülőtől, időjárástól, semmitől. Még a délután 5-6-7, esetleg 7:30-as edzések, amiket most tartunk, az ma azért szülői szállítmányozástól függ, hiszen ha a szülő nem ér rá, vagy délutános, vagy fáradt, vagy négy műszakban dolgozik, akkor bizony nem fog jönni edzésre. És ott tartottam, hogy 16-17-ben indultunk U12-be, és szépen elkezdtek nőni a gyerekek, és idén már U14-es bajnokságban is indultunk. Illetve ami még egy sikertörténetünk, hogy U12-es bajnokságban két csapatunk indul, egy fiú és egy lány. U8-as bajnokságban két csapatunk indul, a Szent István Általános Iskola és mi, mint FC60. U10-ben is Szent István Általános Iskola és FC60. Itt 3-4 csapatos is ki tudunk állítani ebbe a korosztályban. U12-ben fiú-lány külön, és U14-ben is van egy komplett 15+1 fős csapatunk, ami hát nagyon sok csapat szenved létszám hiánnyal, szóval főleg az ilyen kisebb vidéki városokban, én lekopogom, hál' Istennek, mi nem. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok ezzel a fejlődéssel, főleg úgy, hogy jövőre is meg tudunk maradni U14-be, illetve van egy óriási tervünk, annyi lány van nálunk, és annyi nagy lány van nálunk, hogy jövőre lehet, hogy megpróbálunk a felnőtt női OB2-es bajnokságba ezekkel a lányokkal elindulni. Hát akkor már a cél is megvan. Már a cél is megvan a következő évre. És mi volt az idei legjobb, vagy legemlékezetesebb program, vagy eredmény, amit magatok mögött tudhattok? Hát az egyik legemlékezetesebb program az, hogy van ez a lánycsapatunk, aki eddig egyetlen vereséget szenvedett a MAC-tól, és olyan hihetetlen fejlődésen mennek át ezek a lányok, hát természetesen akik ugye fiúk, ők is, de a lányok valamilyen kiemelkedően fantasztikus módon fejlődnek. Öröm velük meccsre járni, a fiúkkal is egyébként, mert ők is nagyon-nagyon sok győzelmet arattak. És hát az, hogy ez a csapat, ez minden este 7:30-tól 8:30, 3:40-ig itt van és edz, és utána másnap reggel itt van reggel 7:30-tól megint edzésen, vagy itt van szombat-vasárnap reggel 7-kor. Van egy ilyen mentor edzőnk, Majer Péter, aki kelet-magyarországi régiót felügyel, és kérdezi, hogy hát mikor láthatnám ezt a teljes brigádot. Mondom neki, hogy hát kijössz vasárnap reggel 7-kor, akkor 7-től 9-ig láthatsz egy teljes vertikumot. Azt mondja, reggel 7-kor, vasárnap. Mindegy. Kérdezték tőle Miskolcon reggel 5-kor, hogy hova mész. Hát megyek 60-ba edzésre. 60-ba, 7-re. Hát nem az ott senki. Majd meglátom, és volt itt 50-60 gyerek így hirtelen. Már korán reggel. Tudta, hogy hova nézzen. Úgyhogy rengeteg emlékünk van, és szóval én nálam nem azt számít, hogy most megverünk valakit, vagy nem. Én nálam azt számít, hogy mosolygós, ragyogó szemű kisgyerekek vannak. Az, hogy kedden reggel 7 órakor Szent István Általános Iskolai megérkezek, és ott van 10-12 ilyen óvodástól első, második osztályú gyerekig. Beülnek a kocsiba, kijövünk edzeni, edzünk 8:30, 9:30-ig, és visszavisszük őket. És ezt csináljuk kedden, szerdán, csütörtökön.
és mindig ott vannak, mosolyognak, ragyog a szemük, és örülnek, hogy korcsolyázhatnak. Ez a siker. Hát úgy veszem ki a tekintetedből, meg a kommunikációdból, hogy a pedagógiai módszereid meglehetősen ott vannak ezen a szeren. Az Attila bácsi tisztelete, illetve hát ha ő mondja, akkor a szent. Mert ugye akik így eljönnek így a jégpálya mellett, és így csak kívülállóként mustrálják, azok száguldozó fiatalokat látnak, meglehetősen balesetveszélyes környezetben és sebességgel. Gondolom, hát valahol el kellett kezdeni nekik. Nehéz volt nekik ezt a sportot megszeretni? Mert hogy nyilván elindultak ott, hogy éppen hogy csak totyogtak a jégen, aztán most ezekből ilyen száguldozók lettek, akik minden irányból szikáznak. Hogy sikerült ezt a módszert így bevetni, hogy ehhez kedvük legyen, mert azért kemény sport. Fizikailag is álló képesség, mentálisan is, meg azért korán is kell kelni, tehát van itt azért sok összetevő. Kemény sport a jégkorong, de én inkább, szóval varázslatos sport ez a jégkorong. Szóval azok a gyerekek, akik ugye egyszer bejönnek a szertárba, ugye most már volt egy jó kis fűtött öltözőink, meg konténereink, köszönhet a városnak érte, bejönnek és egyszer meglátják azt a sok szerelést, ami ugye más sportákban nincsen, hát talán amerikai fociban van még ilyen felszerelés, de ott sincs ennyi. Akkor valahogy úgy szóval varázslatos lesz, hogy kapnak már egy csontvédőt, egy nadrágot, egy válvédőt, és akkor egyre kisember bejön ekkor, és ilyen nagy lesz, amikor kimegy ugye 10 centivel, megnő a korcsolyától, és érdekes módon ők ugye nagyon gyorsan meg tudnak korcsolyázni. Szóval ők 4-5 óra múlva már mennek a jégen, nincs velük semmi probléma, nem fáj semmiük, ugye, mert először is kicsik, alacsonyról esnek, másodszor fel vannak öltöztetve teljes szerelésbe, és mondom, aki egyszer felveszi ezt a szerelést, és egy órát kibír a jégen, azután meg is marad. Szóval, és egyre több ilyen kis emberünk van, hál' Istennek, hogy én először ennek tulajdonítom, hát másodszor, hogy azért van három olyan edző kollégám, ugye Szabó Dávid, aki most már Szent István Általános Iskola állandó edzője, Szőke Simon Gergő és Kertész Gabriella, akik ugye mindig megtalálják azt, hogy éppen hogy kell hozzászólni egy ilyen kisgyerekhez. Ugye Gabi néni, ő az, aki csodákat varázsol egy kisgyerekkel, hiszen először be se akar jönni a jégre, aztán még fogják a kezét, aztán már azt látjuk, hogy egy óra múlva ma ott csúszkál a lábunk között, sőt már lehet, hogy éppen szerelésbe jön ki a konténerből. Szóval egy nagyon jó kis csapatot alkotunk mi itt így négyen. És hát azért azt is el kell mondanom, hogy olyan szintű háttértámogatásunk van iskolai, illetve város szinten, hogy minden sportegyesületnek ilyet kívánok. Hát nyilván nem is véletlen, hogy így hárman ültök itt ebben a műsorban. Egymással szinte mondhatni, hogy szimbiózisban kellett, hogy éljetek az elmúlt több mint 90 nap alatt. Péter, sok minden elhangzott a sportról, de azért számos jó rendezvénnyel és klassz rendezvénnyel vártátok a jégre a látogatókat. Milyen rendezvények voltak a jégpályán? Hát számos rendezvényt sikerült összehoznunk idén is a szezonban. Töretlen népszerűségnek örvend a jégdiszkó, és természetesen nem telhetett el a jégpálya szezon enélkül. 9 alkalommal volt idén jégdiszkónk, ugyan 8 volt betervezve, de a Magyar Jégkorong Szövetség kiírta azt a programot, amit már évek óta kiír, amit jégpályák éjszakájának nevezünk, és természetesen mi is csatlakoztunk hozzá. Így csináltunk egy plusz jégdiszkót a szezonban, ami ugyanúgy népszerű volt, mint az összes többi. Helyi és környékbeli DJ-k szoktak itt fellépni, és nagyon élvezik a középiskolások, általános iskola, felső tagozatosak, többnyire ők a közönség ennek a rendezvénynek, de úgy veszük észre, hogy nagyon-nagyon megéri, és jól szórakoznak a gyerekek, és ugyanez, amit Attila is mond, hogy megéri azért csinálni, mert itt lehet látni jó, mosolygós, csillogós szemű gyerekeket, akik kijönnek, és itt egy jót buliznak, és még közben sportolnak is. És ezt 9 alkalommal meg tudtuk most csinálni idén ebben a szezonban. Említetted, hogy azért sok iskola jelentkezett a környékről is. Ezeket, hogy most a televízió nézőkkel miért mondjuk el, ez nyilván a koordinátor feladata azért nagyon sok. Tehát össze kell pakolni azt a rendszert, hogy egyáltalán működjön a történet. Majd kitérünk külön a feladataitokra is, de most erről beszéljünk, hogy azért igénybe tudták venni a 60 környező települései, sőt még messzebbről is a jégpályaszolgáltatásait, és ezekért is többek között feleltél, hogy itt rendben legyen, ne legyen ütközés, legyen korcsolja, ennyire jöjjönnek, eddig maradhatnak. Azért elég összetett kombinált feladat, amellett, hogy egyébként számos más munkátok is volt bőséggel a jégpálya mellett. Így van, hát egy szoros váz van összerakva igazából ebből az intézményi korcsolyázásról, amiről beszélünk, hogy
ugye a környékbeli és a helyi iskolák kapnak itt lehetőséget, és van egy vázunk felépítve, ami már évek óta működik. Ezen néha szoktunk kicsit változtatni, hogy az iskoláknak, óvodáknak megfeleljen. Tehát ők fix időpontban érkeznek hozzánk, és ugye akkor mi biztosítunk nekik korcsolyát, és ugye korcsolyázhatnak. Itt osztályok, csoportok jönnek el iskolákból, és ugye számos olyan hely van, ahol vannak lyukak, ugye két iskola között, amíg hazamennek, ugye Szent István iskola is Újhatvanból érkezik busszal, és akkor ezeket a helyeket szoktuk feltölteni a vidéki iskolákkal. Szoktak jönni Csányról, Aszódról, és a környékbeli Kartalról, Lőrinciből nagyon sokat járnak, hát általános iskolások, középiskolások. Tehát itt a környékben nagyon sok embert meg tudunk ezzel fogni, és nagyon szeretik is. Mindenki nagyon lelkesen fogadja azt, hogy nagyon kedvezményes áron tudjuk itt biztosítani ezt a lehetőséget. És egy-egy osztály pár ezer forintból jól tudja magát itt érezni, akár két órás időintervallumra is. Ugye most a programokról beszéltünk, arról, hogy az iskolákat, meg a különböző dolgokat hogyan hangoltátok össze a sportrendezvényekkel, erről is beszéltünk. Azért felelősség volt a mögött is, hogy ezt a jégpályát karban kellett tartatni. Ugye nyilván erre figyelni kellett, hogy rendben legyen ott a pénztár, rendben legyenek ott a szolgáltatások és egyebek. Tehát azért a feladataitokról, mert hát többen vettétek ki a részleteket, nyilván a pénzt is kezelni kell, egyebek. Azért erről meséljünk a tévénézőknek, hiszen azért összetett ez a koordinátori feladat. Így van, hát megosztjuk a feladatokat, tehát többen dolgozunk itt a koordinátori pozícióban. És hát ugye, ahogy mondtad, nagyon sokrétű a dolog, tehát például, ha hóesés van, havazás van, akkor figyelnünk kell a sátor tetején lévő hómennyiségét, mert ugye azonnal riasztani kell az alpinistákat, akik letakarítják, nekik sem mindegy, mikor szól az ember. Ugye figyelni kell az esetleges felmerülő problémákra a pénztárnál, a pénztárgép meghibásodása például idén is egy ilyen kardinális probléma volt, ami ugye önhibánkon kívül a pénztárgép meghibásodott, és akkor a SUS-be be kellett szerezni egy újat. Mert hogy megy a NAV-hoz rögvest a zárás? Megy a NAV-hoz természetesen, és hát ugye a szoros, szigorú elszámolásnál ez borzasztóan fontos, és hát ugye figyelnünk kellett arra, hogy minden klappoljon, a karszalag elszámolása, minden, ami a pénztárosokat ugye szigorúan betanítjuk, és akkor ők mindennek megfelelően dolgoznak. Amit még szeretnék kiemelni, ami szerintem fontos, ugye a mi kis kasszánkban a korcsolya bérlési szolgáltatás, ami hát ugye ez is egy kardinális dolog a jégpályánál, ha valakik eljönnek korizni, és meglátják azt, hogy itt a mi jégpályánkon 200 pár korcsolya van, több mint 200 pár korcsolya van a bérlőben, hogy ezt is mindig figyeljük, hogy a rosszabb minőségű korcsolyákat kiszedjük, és most is idén vettünk 50 pár vadonatúj korcsolyát, és cseréljük folyamatosan a készletet, hogy mindenkinek megfelelő legyen, és a legkisebbtől a 20 körüli lábmérettől egészen a 47-esig van korcsolyánk, tehát sokszor van olyan, hogy valaki felhív, hogy jönnénk a jégpályába, van-e 46-os, 47-es korcsolyátok, és akkor boldogan tudjuk mondani, hogy természetesen van, gyertek, és akkor érezzétek jól magatokat nálunk. Különösebb probléma is baleset nélkül lement a szezon, ugye nem volt ilyen kirívó eset a idei szezonban? Hát természetesen kisebb-nagyobb balesetekről, kéztörésekről lehet hallani, ugye mondják a kollégák a kasszában, de ez természetesen benne van ebben a sportban, és hát ugye mindenki saját felelősségre használja a jégpályát, tehát gyakorlatilag aki fellépő vállalja ezt, hogy esetleg történet ilyen baleset, de egyébként tehát szerintem már annyira megtanultak a 7 szezon alatt a 60-iak és a környékbeliek korizni, hogy nagy balesetet ne okozzanak. Ezt már bevállalták. Ezt már be. Igazgató úr, említetted a sportolást, mint egyik gerincet, vagy tartó pillért a pedagógiai programban. Most véget ért a szezon, tervek, álmok elhangzottak, majd ha gondolod, még ezeket kiegészíted, de hát aztán nem ér véget az élet. Tehát attól, hogy most itt a jégpályát bezártuk, és nincs, azért a sportolni vágyók, illetve magát ennek a sportnak a szerelmesei, hát nyilván nem hagyják magukat, és hát valamit majd csinálnak a elkövetkezendő jégpálya szezonig. Most erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben, úgyhogy igazgató úr. Valóban, ahogy említettem, ugye a sport központi téma, és hát a 450 gyereken közül 170 gyerek sportol egyesületben. Benne van a 30 jégkorongozónk is, és hát most a szezon ugye véget ért legalábbis itt 60-ban, de csak a 60-i. Ez azt jelenti, hogy folytatódnak az edzések, illetve mennek a gyerekeink máshova, nyilvánvaló tornákra, bajnoki fordulóra,
Tehát nem maradt itt abba ez az egész történet, tehát van folytatás. A másik pedig tudni kell azt, hogy már igazából készülünk a következő szezonra. Vannak valóban terveink, annyit kell tudni, hogy több sportágnak van kerettanterve, és a Harpani Szent István Általános Iskola kész arra, hogyha a jégkorong vonatkozásában a kerettanterv megjelenik, akkor beépítjük a pedagógiai programunkba. Mindenképpen szeretnénk ebbe az irányba tovább lépni. Azt lehet látni, hogy borzasztóan nagy erő a gyerekek szempontjából, közösségteremtő erő. Ez nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Olyan jó kis szülői csapat alakult ki, alakul itt a jégkorong kapcsán, hogy tényleg azt hiszem, hogy ez példa lehet a többi szülőnek is, vagy akár más iskoláknak is. És ha közösség, akkor ugye mindenképpen meg kell említeni azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy az iskolának szellemisége legyen. Tehát ne csak az legyen, hogy megtanultam azt, hogy 1526 Mohács, hanem adjon többet ez az iskola, és ebben a jégkorong, a sport, az mindenképpen egy nagy erő. Gondoljunk arra, hogy kitartás, közösségteremtés, és fegyelem. Fegyelem. És azt kell, hogy mondjam, hogy bizony még a tanulásban is jelentkezik az eredmény. És a tisztelet, ami alap emberi kapcsolatokban, hiszen ha ez megvan, ja, akkor az megy és működik. És itt megállnék egy pillanatra, mert pontosan a tisztelet. Példaképek, nekem az jut eszembe. Tehát a mai 21. század elején a gyerekeknek olyan példaképeket kell adni, akiket tudnak követni. Sportolóink azt hiszem nagyon jó példaképek. Ha most gondolunk a téli olimpiára, és a csodálatos aranyéremre, akkor azt hiszem, hogy nagyon ezt sok lehetett gyerek, látni, igen. Így van, nagyon sok gyerek majd most határozta el, vagy most az elkövetkezendő hetekben, hogy talán ő is egy ilyen irányba szeretne menni. Nem véletlen, hogy tavaly a jégkorong válogatott egyik tagját, Nagy Krisztiánt hívtuk meg, a tornateremben tartottunk egy fórumot, ahol beszámolt arról, hogy ő hogy kezdte. Hisz a gyerekeinknek, a Szent Istvános gyerekeknek ez egy óriási erőt adhat, hogy élőben beszélgethetnek egy olyan nagysággal, aki a magyar jégkorong válogatottnak a tagja. Hogy kezdte ő? Én azt hiszem, hogy ilyen példaképek kellenek, és egyre több példaképek. A személyes példás és a hitelesség az egy alapvető dolog. Attila igazgató úr elmondta a sport szeretetét, elmondta az irányvonalakat, de még nem beszéltél arról, hogy mik a hátra lévő programok, a legközelebbi nyitásig, illetve hát arról sem, amit megkérdeztem már, de megkérdezem újra, hogy ezzel az úszóegyesülettel, hogy jött össze a partneri viszony. Tényleg röviden dióhéjban, ha lehet. Gyakorlatilag április végéig fogunk járni U8, U10-es csapatainkkal bajnoki tornákra a Szent István Általános Iskolával is. A U12-es csapatunknak van még két bajnoki mérkőzés, ők március 11-én fejezik be a tornát. Utána megyünk még edzőtáborba, szóval gyakorlatilag mi egész június végéig készülünk. Ugye júniusban van még egy ilyen nemzetközi szereplésünk Klagenfurtba a 12 éveseknek. És hát van egy ilyen úszóklubos együttműködésünk a Prutó Évával, ott azokat, szóval gyakorlatilag arra készítjük fel ezeket a kisgyerekeket, hogy nagyon jó sportolók legyenek, és én mindig vallottam, hogy két alapsportág van, az egyik az úszás, a másik pedig a atlétika, ezek ugye nagyon-nagyon fontosak, és innen később, akiknek van kedvük, azok jöhetnek hozzánk jégkorongozni, illetve ha véletlenül elolvadna a jégpálya, akkor ki tudnak úszni, hiszen már tudnak úszni. De gyakorlatilag nekünk igazgató úrral együtt nagyon-nagyon nagy szabású terveink vannak, és nem úgy kell elképzelni ezt a sportágat, hogy hideg van és akkor vége van, hanem egész évben felkészülés van gyakorlatilag. Tehát akkor folyamatos. Nem állt meg az élet így 60 után, szó szerint. Igen. De Péter, akkor már arról is beszélgethetünk, hogy már azért az önkormányzat is gondolkodik, hiszen egy éves rendezvénynaptárban gondolkodunk, egészen januárban már, úgyhogy a következő jégpálya szezon, a 18-19-es jégpálya szezon nyitó időpontja is nagyjából megvan már. Mikor kerül újra 60-i jég a Kossuth térre?
Így van, mi már készülünk. 2018. november 24-én szombaton valószínű nyitjuk a jégpályát. Nem, nagyon szépen köszönöm. Ez egy jó hír azoknak, akik most szomorkodnak a 60 jégpálya miatt. Én nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak, hogy eljöttetek és megosztottátok velünk ezeket a gondolatokat, és hát értékeltük a 2018-19-es szezont is. Munkátokhoz kívánok nagyon jó egészséget, a sporthoz, a tevékenységhez és a együttműködéshez pedig nagyon sok kalandot és jó munkát. Köszönjük szépen! Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt tehát az Aktív 60. A soron következő adással egy hét múlva ugyanebben az időpontban fogunk jelentkezni. Maradjanak addig is a 60 televízióval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!